382.543 vendég éjszakát töltöttek el a vendégek a kereskedelmi szálláshelyeken 2015-ben Gyulán a KSH adatai alapján, ami 7%-os bővülés jelent az előző évhez viszonyítva, jelentette be Komorócki Aliz, a Gyulai Turisztikai Kft. Ügyvezetője a szerdai kerekasztal beszélgetésen. Gyula megőrizte tavalyi pozícióját, így a 10. legnépszerűbb vidéki úti cél a turisták körében. A belföldiek körében az 5. legnépszerűbb vidéki úti cél volt Gyula 2015-ben, ami 333.429 vendégészakát jelentett, és ez 4,6%-os bővülés volt. A külföldiek tekintetében pedig 49.000 volt a vendégészaka szám, és ez 26%-os növekedést jelentett 2015-höz képest. Gyulát az utóbbi 5 év munkájának és fejlesztéseinek köszönhetően sikerült újra pozícionálni a turisztikai piacon. Az Akvapalota nyitásával 2014-ben kiemelkedő növekedés volt tapasztalható, és ezen tendencia folytatására számítanak az idén megnyílt Almási kastélytól is. Gyula belföldön megerősítette pozícióját az elmúlt években. Ebből kiindulva szeretnék a további fejlesztéseket a nemzetközi piac érdekében erősíteni. 2016. január 1-től a TDM tagság jóváhagyásával a korábbi 380 forint fő per éj mértékű idegenforgalmi adó 450 forintra emelkedett. Idén 14 munkatársal szeretné folytatni az évet a turisztikai Kft., melynek több szakmai oka van. Az az igény merült fel a TDM tagság részéről, hogy további információs pontokat alakítsunk ki a városban, ami segít az információs szolgáltatás hatékonyságában, valamint a garantált programok és más egyéb programok, illetve attrakciók belépőjegyeinek az értékesítésében. Az egyik információs pont a Kapusházban kerül kialakításra, de továbbra is ott marad a Vászínházi Egypénztárra, mint ahogy a korábbi években ez már megszokott volt. Két munkaállomást alakítunk ki, a nyitás már jövő héten lesz, tehát az épület felújítása belülről már megtörtént. Az információs pontok tavasztól őszig üzemelnek. Az Erke Hotel lobbyában egy teljes értékű, egész évben kereshető pontot alakítanak ki, ahol még a Visit Gyula Card regisztrációját is el fogják végezni. A harmadik helyszín egy mobil információs pult lesz a világóra környékén. Az idei célok között szerepel az, hogy a garantált programok minimum létszámtól függetlenül elindulnak, emellett fontos szerepet kap a blogvezetés, illetve a Visit Gyula facelift bevezetése idegen nyelvű román, angol, német oldalakon.